Bokrosível középre. És egy gyönyörű gól Edon Vonyitól, ahogy átvette, ahogy lefordult. A DVTK maga biztosan jutott tovább Siófokon, 3-1-re nyert. Hogyan láttad ezt a mérkőzést? Tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz itt Siófokon. Mindig nehéz mérkőzéseket játszunk. A kupa pont ezért szép, mert egy NB1-es csapat is meg tud szenvedni egy alsóbb szintű osztályban lévő csapattal. Szóval tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. Próbáltuk minél előbb lezárni a mérkőzést az első fél időben. Nyilván jól jött az, hogy a második gólt pont a fél idő előtt megszereztük, majd egy ilyen beadásszerű lövésből vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Emiatt egy kicsi nehézé vált, de szerencsére a Bényei Ágoston beállt és remek gólt szerzett, amivel le tudtuk zárni. Haladjunk akkor szépen sorban. A rutinos Diós Gyuri labdarúgó, vagy aki már járt Siófokon néhányszor, mennyire okozott ez könnyebbséget? Igazából sem könnyebbséget, sem nehézséget nem okozott. Én minden egyes mérkőzésre úgy megyek ki, hogy játszani fogok, hogy kezdeni fogok, hogy jól kell játszanom, hogy meg kell nyernünk a találkozót. Szóval nem voltak bennem különösebb érzések azért, mert itt már játszottam, szerettem volna a legjobbamat nyújtani. És az mindenféleképpen sikerült, hogy gólpasszal járultál hozzá a győzelemhez. Igen, ugye rég játszottam, próbáltam minél szimplábban lehozni a mérkőzést. Szerencsére tudtam adni egy gólpaszt, de hatalmas érdeme van ebben a Brightnak, hiszen rendkívül jó érzéke vett át a labdát a 16-oson belül, amit gyönyörűen rúgott be, szóval meg volt az összhang, igazából rendben volt az egész. És míg az első fél időben inkább a támadásban kellett jeleskedned, a második fél időben több volt a védő feladatod is, jól láttam? Igen, nyilván mondtam is, hogy próbáltuk lezárni a mérkőzést. 2-0 után is mentem volna fel a második fél időben, viszont nem volt túl sok lehetőségem rá. Nyilván amikor 2-1 volt az állás, akkor pedig biztosabb dolgokat kellett választani, nem lehetett fejetlenül előre szaladni, és mértékkel kellett a támadásokat is segítenem. Megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy esetleg a második fél időben is tudjak hasonló beadásokat, passzokat adni ott előre. Most ez így sikerült. És akkor jön a Puskás Akadémia elleni mérkőzés, felcsútom. Másként válasz a találkozót? Nem, igazából ellenfélként még nem játszottam a Puskás Akadémia ellen. Biztosan különleges mérkőzés lesz számomra, de próbálok úgy készülni, mint hogyha bármiféle csapat ellen játszanánk, NB1-be, NB2-be, a kupába, mindegy igazából. Szeretném ott is megmutatni azt, hogy igenis jó játékos vagyok. Megérdemlem azt, hogy esetleg játszak, szóval mindent meg fogunk tenni, én és a csapat, ahhoz, hogy a 3 pontot elhozzuk a Pancsó Arénából. 2-0-ás fél idő után Siófok DVTK 1-3, ezzel köszönöm meg a figyelmüket. A Diós Győr ezen a napon megtette a magáét, 3-1-es győzelemmel jutott túl a Siófokon a Magyar Kupában. Köszönöm a figyelmüket, minden jót viszont hallásra!